Zsúfolásig megtelt a Zentai Városháza díszterme hétfő este a Prosperitáti Alapítvány legújabb pályázati körében meghirdetett pályázati kiírások ismertetése céljából megszervezett lakossági fórumon. A Zentai Sóti Róbert az alapítvány egyik korábbi pályázati körében elnyert támogatásból öntöződobot vásárolt, ami jelentősen javítja termelése hatékonyságát. Nagyban segíti, tehát már van a gazdaságban egy öntöződob, még majd szeretnék még többet is, de ez, amit a pályázaton keresztül kaptam, ez nélkülözhetetlen volt, főleg az idejében. A felsőhegyi Rékovics Ervin szintén sikeresen pályázott a korábbi körökben. Most újabb fejlesztéseket tervez. A jelenlegi pályázati körben a mezőgazdasági épület bővítését tervezem, a hozzávaló jószágállomány bővítésével egy időben, hogy a hitelkonstrukciót is tudjuk hosszú távon vállalni. A mostani pályázati körben három pályázatot hirdettek meg. Ezek közül az egyik a falusi házak vásárlását célzó, vissza nem térítendő támogatásra, a másik a mezőgazdasági és gazdasági fejlesztések kombinált támogatására, a harmadik pedig a mezőgazdasági földvásárlási hitel kamattámogatására vonatkozik. A kombinált támogatás esetén a vissza nem térítendő rész 20 millió euró és 23 millió euró a hitel keretösszege, 15 millió eurónyi a földvásárlási tőke összege, amely rendelkezésre áll, és 2 millió eurónyi támogatásra rendelkezésre házvásárlásra. A Prosperitáti Alapítvány eddigi pályázati köreiben Zenta község területéről 654-en pályáztak, akik közül 583-an voltak sikeresek. Számukra összesen 380 millió dinárt, vagyis több mint 3 millió eurót utaltak át. A mostani pályázati csomag összértéke közel 75 millió euró. Ez azt jelenti, hogy most az elkövetkező fél évben magyar vállalkozói réteg egy durván 15-szörös zentai költségvetés, éves költségvetést fog megkapni annak érdekében, hogy boldoguljon. Soha ilyen nem volt. Hogy lesz-e még, azt nem tudom. De mi teremtettük meg ennek a föltételét? A Prosperitáti Alapítvány által meghirdetett pályázati kiírásokkal kapcsolatban bővebb tájékoztatás az alapítvány honlapján található, a www.prosperitati.rs oldalon.